feleségünk. Jó estét kívánok mindenkinek ezen a többszörösen ünnepi eseményen. Ennek az ünnepiségnek számos oka van. Első körben például az, hogy Kabai Lóránt új könyvének bemutatóján vagyunk, ami a Joshua könyvek gondozásában jelent meg. De egyben máshol is vagyunk, hiszen Kabai Lóránt fotóiból készült kiállításának a megnyitóján is vagyunk, amiért egyébként külön köszönjük a Michelin Galériának a lehetőséget, hogy itt lehetünk. És egyben, igen, hosszú kihagyás után immáron egy könyvfeti rendezvényen vehetünk részt, élőben, személyesen, háromdimenziósan, és akkor még Lóri is itt ül mellettem, szóval számos okunk van örülni. Mindamellett, hogy például a könyv előzetesen megrendelt speciális verziónak ez az első átvételi lehetősége, úgyhogy innen azt hiszem, hogy mindenki csak boldogban mehet haza, aki a szerzőt, aki már sejti, hogy itt mi vár rá. Engem Nyerges Gábor Ádámnak hívnak, én lehetem ennek a kötetnek a szerkesztője, és mellettem ül a szerző. Akit rögtön arról is kérdeznék, hogy hát itt minden többszörös lesz, azt hiszem, nem csak ez az esemény, ahol vagyunk, hanem hát ugye, ahogy látható itt az ölemben elhelyezve, a teljes Kabai menüt magamhoz ragadtam egy-egy szemléltető példányban. Azért az általában ritka dolog, hogy egy könyv három verzióban jelenik meg, ez lesz ugye a bolti általános standard verziója, ez ugye az előrendeléssel megszerezhető, megszerezhetett kemény táblás változata, és hát ezt a Kabai box setet, ezt csak egészen óvatosan merem felmutatni. Mikor, honnan és hogyan jött az az ötlet, Lóri, hogy a legmenőbb, ha mondhatom, snobab zenekarok mintájára egy Lóri box setet is alkos, ne csak puha és kemény táblás verziókat, és mi ezek közt a különbség a szemmel látható kiállításokon kívül? Bővebben. Nem tudom. Nem bővebben. Ez hosszú lesz, belefér. Nem kérdezek majd soha, és ezt a dolgot, hogy megcsinálom ezt a könyvet. Ez úgy indult el, hogy elkezdtem újraírni sok év után. És aztán jöttek, íródtak ezek a furcsa kis izék, és köszönöm, nem jutott eszembe a szó. Ne öregítetek meg, mert elfelejtetek a szókincseteknek a 99%-át. Azon íródtak ezek a, készültek ezek a versek, és nagyon furcsa volt, nagyon korán láttam azt, hogy milyen pontosan milyen kiállást tervezek, vagy szeretnék ezeknek. Nagyon korán ígérst, hogy mondjuk 19 április van, amikor még a nagyjából magamban körülírt versmennyiségnek a fele sem volt meg. De van, ahol hirtelen megképződött valami a fejemben, arról, hogy milyen lesz ez a könyv, a méretét már nagyjából sejtettem, hogy ilyen nagyon jó kabátzsebbe dugható méretet szeretnék. Aztán persze láttam azt is nagyon hamar, hogy milyen sokféle irányba terjednek ki ezek az írások, és akkor tudtam, hogy sokféle szerkezete lesz. A fotók azok jóval később jöttek. De akkor már az is az, hogy ó, hát akkor miért csinálnám meg azt, hogy plusz, meg dolog. A bűbrész ezt úgy hívja. Jó, hogy te mondtad, mert szerencsésebb, és így bizonyított, hogy a szókincsed is azért még rendben van. Ez egy sörmárka, nem a bűbrész. Igen.
Viszont tehát, közben azt is kérdezném, legyen azért ez a reklám jellegű, vagy részben reklám jellegű esemény a reklám helye is. Ki kell a felső megközni, látszó, hogy milyen fogok. Igen. Ettől még megkérdezem, miközben megszemléljük a Marvel-ot, igen, hogy mi a különbség ezek közt a változatok közt, szóval miért éri meg egyiket, másikat, akár többet is beszerezni belőle, miben különülnek el ezek? Na igen, amikor kitaláltam ezeket, akkor nem gondoltam arra, hogy én sem fogom eldönteni, hogy melyik a legjobb változat. És miben különülnek el? Jó, akkor standardnek nevezte le ezt, ami a kezemben is van. Igen, azt hiszem, hogy ez a standard úgy, hogy ebben is ott van majdnem minden, amelyek minden másnak is. Csak a különbségek. Itt például, ebben még nem végeztem bele, de majd megteszem. Nekem régi mániám volt, hogy easter egg-eket tenni könyvekbe, ami nem tudom, az easter egg műfaj megvan-e. Különböző számítógépes játékokban elejtett olyan apróságok, amikre nem számítasz. Illetve a Marvel szuperhős filmé, amiket én nagyon szeretek, csak úgy mondom, nagyon jól csinálták ezt, hogy a vége főcím volt gyakorlatilag az elje főcím, mert hogy a legtöbbször nem is volt igazi főcím, de elkezdődik a film, szevasz, menj, és akkor a végén ott van az, ami az elején szokott lenni, majd megy a stábista egy darab, aztán hirtelen van egy jelenet. És arra gondoltam, és ez egy easter egg nevű dolog, és én nagyon régen kitaláltam azt, hogy milyen jó lenne könyvben csinálni ezt, és valakinek ezt elmondtam, úgyhogy ő volt az első, de aztán én most megcsináltam a saját ügyelkezést, hogy itt a fülek alatt bújnak ilyen kicsi akvarellek. Ezek az akvarellek megtalálhatóak a kemény táblás változatban is. Hát az előző lapokon vannak, amiket nagyon kevesen használnak. Mostanában a magvetőfirma gyönyörűen a dupla ékeztetett, ami egyébként nagyon jó, mert ezzel lehet, mert a magyar nyelvű ismerésének van, hogy hungarikuma, akkor ez a két fülecske a kettős ékezet, mert a magyarok kívül nincs olyan lapindetős írásmód, ahol ezt használják. És akkor a magvető csinálja, hogy ez előző lapokon használnak később. Hát ezek az akvarellek itt vannak az előző lapokon. És a régi mániám a pauz, a keménytárlásnak, ugyanúgy néz ki egyébként a könyv, ha leveszik az úgynevezett védőborítót, de hát tudjuk már régóta, hogy a védőborító a lényeg, és arra gondolom, hogy milyen fasza lenne pauzból megcsinálni a védőborítót, ami negatívban nyomja ugyanazt, ami a borítón van. És ebből kijön egy ilyen furcsa, noárnak nem nevezném, de egy furcsa zaj, hogy hogyan korrespondál a félig áttetsző pausz a valódi borítóval, és akkor itt jelezném azt is, hogy ezek a, itt a kijelentett képek mind pauszra vannak jönnek, és Zsoltan volt egy kicsi kis beszélgetésünk arról, hogy akkor ez hogyan fog működni, hogyha én a pauszra nyomtatott fotók alá fotókartot, fekete fotókartot teszek, hogy mi fog látszani. Szerintem nagyon finom árnyalatok jönnek így ki. Van egy csomó kép, ami túl sötét volt, tehát nem pauszon alatt, hanem fotókarton alatt, hanem vagy sima fehér papír, vagy plusz egy pauszon. Csak azért, hogy a finom árnyalatok működjenek. És a dobozosnak volt egy borítóterv, ami nagyjából azt utározta, ami így látszik, hogy hogyan csúszik el egymás mellett a pauz védőborító és az eredeti, sokkal jobb, belül látszik. Ezt most nem tudjuk megmutatni, mert a dobozosok viszont le vannak szó szerint zárva. Nem lehet kinézni őket, csak akkor, hogyha felnyírjuk a ragasztást. A ragasztás pedig egy olyan, mint egy zárt jegy. És igen, ebben a dobozban sok minden van, ami nincs
a másik két kiadványban. Az előtte az volt, hogy belekerül például egy kivágós is, amiből a játékos kezdő olvasók gyermekei összerakják a pozsonyi nemzeti, a szlovák nemzeti felkelés hídjának a modelljét. Az nem kerül bele sajnos, mert túl sok munkával járt volna az 1970-es ABC magazin modellje alapján megcsinálni, amely alapvetően hibás, tehát túl sok mérnöki munkát igényel volna, éppen nem vagyok helyettőre. Ellenben kerül bele, mondjuk a BSU-be került, oda van becsültelve ott is, hogy állított a túlóban viszonylag. Belekerült egy nagyon pontos 1969-ben szigorúan titkosnak mégisített térkép részlet különböző borsodi falvakról. Belekerült egy falastra készült festmény töredék, illetve egy nagyon régi 2006-os díjas sorozatomból egy-egy darab címkép felvételek készletei. Ja, meg persze az imént kiemelt helyen, számomra kiemelt helyen szereplő a parellet, a dobozosban, a pauszamonnak is nagyon szépen működtem. És hát még nem is biztos, hogy minden poént lelőttünk, de úgy látom, hogy nem is feltétlenül akarod. A könyv olvasásának is más módjai nyílnak meg ugye azt szerint, hogy melyik változatot kapjuk. Akkor nyílnak másféleképpen meg, amikor az látszik, hogy van két bekötött verzió. Ja igen, a hülye szerkezetre akart elkérdezni. Köszönöm a szintén célzást. Hát igen. Miért jó a dobozos? Például azért, mert nincs összekötve egyetlen ív sem. Viszont ez a könyv nagyon furcsa és hát neveznek hülye könyvnek. Legalább háromféle szerkezete van. És ezt a tartalom érzék előrejelzi, szavarni fogjuk, az is ők segítenek az érdekelés. Pontosan tudom, hogy mit várok a magyar kritikai életről. Ellenben a dobozos verzióban nincsen bekötve az egész, ott lehet majd tetriszezni a különböző verziók, a különböző szerkezetek különböző sorrendjével. És ez volt a alapötlet, hogy igen, akkor ha valakinek van kedve ehhez, akkor álljon neki, és játszom el azzal, hogy a szövegek különböző sorrendekben, különböző javasolt szerkezetek szerint hogyan működhetnek. Csak kiszedtem belőled. És beszéljünk arról is, ha már egyszer ugye a képeid körében ülünk, hogy ha jól értem, és hát meg tudjuk, ha nem, hogy itt nem egy képekkel gazdagon illusztrált verses kötetet kapunk, és nem is egy versekkel illusztrált fotóalbumot, hanem én úgy láttam, hogy viszonylagos demokrácia van kép és szöveg közt. Legalább ott legyen. És hát egyébként is ugye a te munkásságodra igen régóta jellemző, hogy én legalábbis úgy látom, legalább ugyanolyan komolyan veszed a képzőművészet, illetve vizuális megnyilvánulásokat, legyen szó festésről, fotóról, képregényről, performancról, mint az irodalmat, és ezt szerintem nagyon szépen reprezentálja ez a könyv. De egyrészt lehet, hogy nem így van, másrészt pedig emögött azért nyilván voltak megfontolások. Szóval, hogy a legtöbb olyan verses könyv, amiben láthatunk képi elemeket is, ott azért többnyire aláfölé rendeltség, szerint illusztratív viszony van. Úgyhogy erről kérdeznélek egy kicsit így a bemelegítés környékén. Hát szerintem megint a hűbrisze fogunk kirukatni. Csak az volt, hogy írtam ezeket a verseket végre, plusz közben szokásom szerint sétafikáltam, itt vagy ott, bármelyik városban, meg bármelyik országban. Csináltam fotókat, és tudtam, hogy ezekkel a fotókkal akarok valamit. Az, hogy minden egyes vers mellé legyen plusz egy fénykép, az úgy
viszonylag késői fejlemény, az, hogy így kifutóra legyetek teljes oldalon, mintha egy album lenne, az végképp a hűbrisz. És igen, nagyon jól érzed, ennyire azért sosem voltam nagy képű, hogy a fotóimat akármilyen vizuális munkámat bele tudjam bármelyik könyvbe, pedig az másik keserű kivételével mindenkinek a borítóját, vagy a beléveit is volt ennek, ahol a beléveit is volt a képek. Azt mondtam, hogy az úgy nem rossz. Azt mondtam, hogy hello, miért csináljuk meg ezt is? Csak azért, mert hát vannak ezek a fotók, és azt hiszem, hogy talán nem is a legrosszabb. És most itt ülünk a fotók egy része között a galériában. Azt gondolom, hogy mégsem éreztem talán ez annyira nagyon rosszul, de mondom, hűbrisz, igen. Igen, csináltam ezeket a fotókat. Sőt, mindig mesélve, hogy mit csináltam most azóta, én inkább nem fogok, mert az aztán akkor a nagy képűség. Nem fér bele a két fal közé, nem fér bele a bűnőrában, de nem. És igen, azt is jól látod, hogy itt nem, nincs alá fölérendel, csak mert úgy érzem, hogy egy párbeszéd van, és ahhoz, hogy ez a párbeszéd valóban létrejöjjön, ahhoz nagyon nagy szükségem volt arra, hogy kiválasztottam 50-valahány filmképet, amivel talán lehet kezdeni valamit. És nagyon nagy szükségem volt arra, hogy Tevinger Pantás, aki a kötet tervezője, dizájnere, nyomdai előkészítője, rábíztam, hogy melyik fényképet hova teszi. És az ő szeme kellett ahhoz, hogy úgy nézem, hogy ez most ahogy kinéz. Mert amit én először elképzeltem, és ahogyan te is láttad először a kéziratot, hát ott ilyen, ilyen kicsiben voltak hülyeségek. De hogy az volt, hogy az ő nagyon jó szemével oda tett képeket, ahol ő akart, és ezzel nem gyakorlatilag a képszerkesztő ő volt ezen a kötetben. És egy kép volt, amit kértem, hogy vegyem ki, de hát annak személyes okai voltak és nem szakmaiak. És úgy érzem, hogy nagyon szépen megtalálta az egyensúlyt a versek és a fotók között, és nagyon jól megtalálta azokat, hogy hogyan lehet ide-oda mozogni a kép és a szöveg között, úgy, hogy mondjuk a képek ne direktben legyenek ott, mert amit én először neked átültem, hogy néhány esetben túl direktek voltak a kép és szöveg közötti átadások. És tudtam, hogy nekem kell, és igen, nagyon jól megakadottam. Ma már, amikor ma fogtam először ezeket a példányokat a kezembe, és megírtam nekik, hogy milyen nagyon szép, és te örülök, és nagyon köszönöm. Zárójel, már a következő kötetemet tervezem, mondhatod? Ezt azért jó hallani. Ha már személyes és szakmait emlegettél, nyugi, semmi személyeset nem akarok kérdezni, de a személyességről viszont szeretnélek. Ugye tulajdonképpen a képek és a szöveg mentén is. Ugyanilyen hipotetikus kérdésem, hogy úgy látom, hogy ez eddig a legszemélyesebb megszólalású köteted, vagy a leg... Na, akkor kezdjük ezzel. Nagyon jó, hogy nem állványom van a mikrofon, és nyugodtan mondhatok csúnyákat maga felé. Nem halljuk azért. Te hallottad, a többiek nem. Nem. De, de valamennyire igen. Úgyhogy ebben valamennyire rokon a Klór című 2010-es kötettel. És amikor a borító terveket először a Berlin-Neandás átküldte nekem, és én tudtam, hogy melyiket szeretném. Azért van néhány barátom, és nekik külön is köszönetet mondtam, a nagyobb hosszú köszönetmest a élén. Az egyikük azt mondta, hogy neki furcsa, hogy volt már egy könyvem, ahol testrészt láttam a borítót.
És én azt mondtam, hogy pontosan értem, hogy mire gondol, meg azt, hogy hasonlóan személyes. Igen, és pont erre szerettem volna rákérdezni, vagy erről beszélgetni legalábbis, hogy itt számomra mind a versek, mind a fotók ilyen töredéki állapotjelentések. Van bennük valami mondjuk a napló írás műfajának a transzparenciájából, a sérülékenységéből, a nyíltságából, miközben nyilván ezek megkomponált alkotások, de közben az, ahogyan szólsz az olvasónak, az ennek a személyességnek a látszatát nagyon jól megteremti. Még valami olyasmire is utalnék, hogy te, tudtam, azon kevés költők egyike vagy, akik az alanyiságnak az ilyen pejoratív izéit nem letergetik magukról, nem tagadják az alanyiságokat, hanem büszkén röhögve vállalják. És ebben az esetben érzem a legkevésbé, hogy úgy mondjam, bullshitnek ezt az alanyiságot, mert itt valóban, hát egy nagyon, most ez a te személyes hangod, de vagy nem, az engem személyesen érdekel, de irodalmilag nem, de nagyon személyesen beszélnek ezek a versek, és ezek a képek is egy nagyon személyes perspektívát adnak. Lényegében folyamatosan arról értesülünk, egyrészt, hogy hova megy, mi történik ezzel a bizonyos versbeszélővel, mit gondol, mitől szorong, elfelejtni a szorongani esettől szorong. És közben látjuk az ő szemével folyamatosan, tudjuk követni, hogy éppen merre jár. Mitől váltott ilyenre a költészetet, ha tudod? Nem váltott semmire. Szerintem egyenes fordítás annak, amit eddig csináltam. De nagyon kimondtál egy kulcs szót, és akkor nem tudom, emlékszel az első kézirat verzióra, ahol a versek előtt és a versek után volt egy-egy kicsi oldal, egy-egy kvázi mattószerű dologgal. Már nem emlékszem, hogy melyik volt elől és melyik hátul. Az egyik az volt, hogy de bizony nem jó hírek jöttek abban az évben. Ehhez most már egy hashtaget hozzáfűznék, hogy felítveni. Illetve ott volt az, hogy de ez ettől még nem napi. És bármilyen fontosak a dátumok, és ott a megint a többszörös szervezet jó dolog, mert gyakorlatilag dátumszerűen a bekötött verziókban és dátumszerűen jöttek egymásnak. Én nem gondolom, hogy váltott volna ez a személyesség, amilyen az a mennyi költészet, hát igen, ahogy mondtad, közben itt kacaláztam magamban. Nem tudom, csinálom, amit tudok. Írok, amit írok, most mást írok. Teszek meg egy fotókat. Figyelj, azt gondoltam, hogy örülök, hogy eltelt nagyon sok év megírásról, és örülök, hogy csinálok valamit. Hát ezzel, mint a körbenézünk, látjuk, hogy nem vagy egyedül, de miért fontosak mondjuk a dátumok? Neked értem, hogy az olvasom már ilyen volt. Tényleg nagyon régi, mert ezred fordulni környékén gondolkodni. A szerkezetek nekem nagyon fontosak. És nagyon fontos, nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy milyen lehet, amikor a legjobb szerkezetet a kronológia adja, a megírás időrendje. És tényleg így van bekötve konkrétan. És az ad egy szerkezetet. Tényleg lehet követni mindent. Következő lépésben lehet csinálni egy olyan kötet szerkezetet, amit csináltam már sokszor, hogy úgy rendezem, ahogyan két ciklusban, pedig háromban gondolkodtam mindig, hogy az hogyan működik, plusz vannak ilyen a kis portok. Hát nem fontos, tényleg ez nem egy napú. Viszont pontosan jelzem, hogy kezdünk kifutni az időből. Tudom én, azt figyelem, Nyugi. És még van két perc. Az alatt bőven mindent megbeszélünk, ami fontos. Felolvasom, mert az jó.
Elkövet egy merényletet. Ádám a rajongó beszólt. Kedvelem, hogy olvasom. Wow. Na de ne a hosszabbításra nyúljunk, szóval haladjunk tovább a kérdésekkel, mert azért még van. Például a pokáért, nem feltétlenül ennek a kötetnek a többihez való különlegességét akarom kihangsúlyozni, bár szerintem van. De például a pokáért te, aki mindjárt mint gondolkodó, meg mint értelmiségi egy elég nyíltan a közélettel és a társadalmi problémáival viszonylagos nyíltsággal foglalkozó ember vagy, a versenyben azt hiszem, hogy ilyen fajta direktséggel talán nem jelent meg eddig az, hogy mikor és hol élünk. És ez egy nagyon érdekes váltás, hogy tehát nálad ez nem akkor jelent meg, amikor újra feltalálta a magyar irodalma az úgynevezett közéleti költészetet, hanem valahogy mostanában jön elő. Nem tudom, nem hiszem, hogy most jelent volna meg. Bár nem volt jellemző, de a 2016-os című kötetben is volt egy vers, ami simán belefér az Országház című kvázi címesbe. Azért kettesen kezdődik itt. Ahol volt egy két mondat, hogy csak mint hogyha ebből most több lenne, vagy nyíltan van. De hát okunk is több van rá. De aztán együtt igyekeztem nem direktben csinálni ezt, amennyire ezt tőlem tellett, talán sikerült is. Illetve a direktsége talán belefér abba a kicsi mezőbe, amit mi lehet kezelni. És amire nem illik egy másik beszélgetésre visszautalni, de igen, amire Deckus Aci azt mondta, hogy mégis kerülöm a nyílt állásfoglalást. Azért, mert nem is az a dolgom. Én csak, ahogy a fényképekkel így rögzítek, és a közéletnek nevezhető versek és ilyen kis pillanatképek és rögzítések. Végére hagyok egy kérdést, és akkor nyit időnk még a merényletre is. Te mindenre tudsz igennel vagy nem válaszolni, hogy is végleg vagy, nem tudom. Az, hogy ugye ez a kötet, hát egyrészt megjelenít ténylegesen fizikailag a térben is egy utazást, az, hogy én ebbe belelátok mindenféle ilyen lelki utazásokat is, az már legyen az én per egyéni szoc problémám. De számomra nagyon érdekes volt ez a bizonyos utazás tapasztalat kötetben. Főleg akkor, amikor ugye egy viszonylag kis távolságból, konkrétan mondjuk Pozsonyból vissza lehet nézni Magyarországra, ami egyrészt közel, másrészt pedig kurva messze van, hogy idézzem a szöveget. Hogy is mondjam, lett volna ez a kötet, nem is az, hogy így vagy másképp, lett volna nélkül az utazás nélkül? Mi volt az a távlat, amit neked ez adott? Vagy amennyit ebből szívesen elmondanál a kötet kapcsán? A kötet biztos, hogy lett volna a nélkül is, hogy megkaptam azt az ösztöndíjat 2005 Pozsonyban. Viszont nem ilyen lett volna, biztos. Meg az a 6 hét, amit ott töltöttem ösztöndíjasként, olyan löketet adott, olyan helyzetbe hozott, amilyennel még nem találkoztam addig. Ott vagyok 6 hétig, két hétig csak pislogok, mint hogy mondják ezt a tyúk, a piros kukoricára. A béka, a Miskolci. Nem, ez nem a Miskolci kukoricára. Ez megkérdezik, hogy Sándor nem tetszik a tyúk, a piros kukoricára. Nem, tényleg úgy pislogtam ott két hétig. Semmit nem csináltam. Élveztem azt, hogy ott vagyok, sétáltam iszonyú sokat. És néztem, hogy de jó nekem. Aztán írtam valami beindult, és elkezdtem nagyon írni, és akkor 4 hét alatt befejeztem 5 versot, ami olyan bent volt számomra, amit nem tudok értelmezni én már.
Plusz ellátott egy olyan tapasztalattal, hogy tudom, hogy van egy olyan város, ahol, ahol nem mindig kérni kell, hogy jobb vagy rosszabb, hanem egyszerűen jó. És azt is tudom, hogy oda vissza lehet menni. És tudom azt is, hogy valami is jó lesz. És nem akarok túlzást esni, de igen, a bélyegzőre az mondva, amit az utolsó lapokra bélyegzek, ott lehet, ebben már látszik, hogy ha már a szuperkős filmet emlegettem, hogy azért beérjeztem azt, hogy álljunk egy utáltunk Bratislava, és igen, nagyon sokat hozzám, és azóta is igen. Próbálom a sóta szindrómát elkerülni, tehát hogy ne az legyen bennem, mint a Borbolynál. Ó, a görög szigetek, hallom, de az utam volt, az ott már rég elváltak, de ott nekem jó volt két hétig. Kb. Azt érzem egyébként, csak nem. Azt hiszem, hogy Kobai mértékegységen belül egy soha nem hallott pozitív visszhangja volt, mert egy régi kicsengése volt ennek a beszélgetésnek. Úgyhogy mivel az időnk is lejáróban van, én itt majdnem abban is vagyom, de ugye megfogalmazódott az igény, hogy olvass föl, te megfogalmaztad azt az igényt, hogy nem olvasol föl a kötetből verseket, illetve hát ugye a kötet versei hallhatóak voltak most a, igen, a Kabai Rövid Film Fesztivál keretében, de ugye a jó szerkesztő, vagy legalábbis a szemét az ilyenkor megoldja a problémát. Azt hiszem holnap fog megjelenni ez az üdvözlő jellegű paródia, amit a kötet megjelenése alkalmából kellő személyiséggel írtam neked. És ez tényleg így van, ez egy nem megrendezett jelenet, mint látszik a költő fején is. Nem örül neki. Szóval, hogy így van, ezt a szöveget te soha nem láttad, kérted is, hogy ne lásd előre. Nem, 10 perce mondhatod. Hát tudtad, hogy lesz. Fél órán lesz, mondtad. Azt, hogy geci vagy, azt nem tudtad. De ennek is ideje volt, hogy kiderüljön, úgyhogy akkor én megkérlek, hogy blottold ezt a szöveget, és nem tudom, hogy jobb, és rögtön ezzel hozz meg a közönséggel. Hát nem tudom, eleve úgy kezdődik, hogy abba én korábban. Nem, van ott egy nagyon kis el, és egy nagyon kis el. Jaj, ó, abba én órend. Ültem azt. Bocsánat, újra kell. Ültem a széken. Nagyon jó, köszönöm. Ültem a széken, csak mint egy ember, aki ül. Ez komolyan nekem kell felolvasni. Ezért szinte. Ültem a széken, csak mint egy ember, aki ül, és fel se vetődött bennem kivételesen a marha tenyésztés teljes kultúrtörténetének összes közéleti áthallása. Álltam. De közben... mondtak így... ültem... és megvezett szívemben egy sörhapnyi szilárdságú érzelem. Na, ne esünk azért túlzásokba, tápászkodtam fel az összeköszönött parkettáról. Ledöltem egy kicsit merengeni, mondtam, de nem volt megfelelő poén helyzet. Ültem hát újra. Néztem a csillagokat a pulton felejtett maszatos horoszkóp oldalán. Bika, olvasom. És mégis eszembe jutottak a magák. Dolgos nap már indultam, mai is, de a busszal együtt késett a menetembe, rá se rántó depresszió. Ültem. És ültömben döltem le merengeni, hogy akkor miből írjak verset. Jó kedvem van, bassza meg, és ennél nyomasztóbbat el sem tudtam képzelni. Felálltam, már nem csak ültem benne, hát ha attól majd elmegy, frissen érkezett orfacsaró kedvem. Nem ment. Ültem.
Megnegyedette a fejem a délután, reklamálva, hogy 3 órája is talán, hogy nem szorongok, egyáltalán nem szorongtam még aznap, és egy amnéziás ásítással visszaültem. Eszembe jutottak korábbi csalódások, előttem pedig nagy piros betűkre, hogy PIKA! És tudtam, van mindezekben valahol valami összefüggés. Ülő és PIKA. Hirtelen jött haragommal, lekevert, hogy a pofont a kitépet magvazi oldalnak, majd rettenetesen elszégyeltem magam, és hirtelen rossz kedvem lett. A vers is végül úgy, ahogy kikupálódott valamivé, elküldtem volna egy laptop, de aztán mégsem. Add le horoszkópnak, te barom, rákokta felém egy képzelt közéleti hajléktalan. Barom, próbálgattam a szót, és hirtelen mindenféle kedvem lett, majd elmúlt. Ültem tovább, és akkor ez egy vers gondoltam. Nem volt igazam. Abai Lórend. Bazd meg. Én is szeretném. A kötet és a kiállítás megnyílt. Minden megvehető, megnézhető. Érezzük jól magunkat, szépesítjük.